kosár! A kosárvarázson tucatnyi apróság mozgott nagy örömmel, az óvodásokat várták az első órában. Pakson az egykor labdavarázs néven futott programot szervezték több év után újjá. Minden hónapban egy szombati napon a szülők elhozhatják gyermekeiket, akik kipróbálhatják a mozgásfajták számos változatát. 1997-ben kezdtük el itt Pakson, amikor még nem nagyon volt hasonló jellegű program. Elsősorban a nagycsoportos óvodások és az alsó tagozatos gyerekek részére találtuk ki. Mi három részből állt, egy akadálypályából, egy labdás ügyességfejlesztésből és egy testvérsi játékokból, a korosztályokra szabva, és ez gyakorlatilag 6-7 éve szűnt meg itt Pakson. 17 évig csináltuk durván 1400 gyerekkel, és ebben az évben újítottuk fel a kosárda szakosztály segítségével, és ezért most kosárvarázsnak hívjuk. Itt már az alsó tagozatos iskolások bemelegítése zajlik. Egy kis átmozgatás után több csoportban változatosan sportolhatnak a fiatalok. Nagy Gábor mutatja a helyes labdafogást a kisiskolásoknak, akik lelkesen próbálkoznak. Volt középen egy akadálypálya, ami különböző ugrásos egyensúly és mozgáskoordinációs feladatokból állt. Benne természetesen a kúszó labirintus. A másik oldalon volt ez alkalommal egy felfolyató légvár, amit próbáltunk egy kicsit beépíteni a feladatok közé, ahol lehetett a gyerekeknek kicsit ugrálni, csúszdázni. Mellette volt egy célba lövés futszál labdával, és a túloldalon pedig ebbe a fakba volt egy roller feladat, ahol rollerezni kellett az akadályok között, és vissza kellett jönni a oszlopokat megkerülve. A harmadik pedig labdás ügyességfejlesztés volt, a különböző labdás feladatok voltak, kosárda jelleggel, labzetések, dobások, labdaelkapások, és hát nagyon hasznosak ezek a feladatok a gyerekeknek, mert ilyen töményen és ilyen rendszerben nem nagyon csinálják még az iskolában sem, és megismerkednek különböző mozgásokkal, a testüket térben elhelyezve, különböző erőfeladatokkal, ugrásokkal, fordulásokkal, és egy nagyon intenzív inger zuhatagot kapnak. December 5-én ismét várják a gyermekeket és szüleiket a kosárvarázsra Pakson az eszi sportcsarnokba.